Hello, szia, én Komár Zsolt, aki szeretettel köszöntelek az oldalamon, a blogomon, a www.komárzsolti.info oldalon is. Hát ma egy kicsit érdekes dolgok következnek, mert egyrészt az egyik Eric Worre tippet azt én most itt említeni fogom, tehát ugye minap szó volt arról, hogy Eric készített nekünk egy nagyon hasznos, egy nagyon jó videót, arra vonatkozóak, hogy milyen tippeket, milyen tanácsokat ad ő arra, hogy magabiztosabbak tudjunk lenni 2015 során, és hogy ezzel jobban tudjuk növelni az üzleteinket, jobban tudjuk növelni magunkat. Hát a másik meg az, hogy megint egy érdekes tapasztalat volt, most igyekszem nem lerúgni a webkamerát, nem úgy, mint tegnap. Na de lényeg a lényeg. Szóval megint egy nagyon rövid, apró kis történés, történet, ez most velem történt meg, hogy gyakorlatilag tegnap volt annak a cégnek a karácsonyi vacsia, karácsonyi vacsorája, karácsonyi partia, amin keresztül én végzem az informatikai dolgaimat, ugye alvállalkozója vagyok ennek a cégnek. Ez most ebből a szempontból nem annyira lényeges, csak egy érdekes tapasztalat volt az, hogy milyen tud lenni az aranyketrec, milyen tud lenni az aranyketrecben is. Viszont cserébe tudom, hogy ez nem jellemző, ez nem teljesen általános dolog, amit tegnap is sikerült megélni. Hát először is elképesztően megleptek, mert ez egy viszonylag friss történet, körülbelül egy éve vagyunk mi szerződéses kapcsolatban, és most ehhez képest nagyon megleptek azzal, hogy ugye itt szokásban van az, hogy igen, szokások, vannak ilyen szokások. Nem mindenhol, itt vannak ilyen szokások, hogy évről évre ugye top dolgozót választanak, tehát év legjobb dolgozóját, és a több jelöltet is el szoktak ismerni, és ahhoz képest, hogy viszonylag friss új seprő vagyok itt, de elhangzott az én nevem is, és én is kvázi színpadon voltam ezt illetően, és ilyenkor egy kicsit azért úgy meghökken az ember, kellemesen természetesen meghökken az ember, de tudom, hogy ez nem általános, tudjátok, és ez egyik része a dolognak, a másik része meg az is a macskás sorozatomban szó lesz, mert folytatni fogom egyébként, abban szó lesz arról, hogy pontosan ebben a szegmensében a világnak milyen is. Milyen a legtöbb helyen. És ez megint segíteni fog valamiben, de akkor most elmondom azt, hogy mi Erik egyik, sőt első számú tipje gyakorlatilag arra, hogy a 2015-ös évben sokkal magabiztosabbak tudjatok lenni, te is sokkal magabiztosabb tudj lenni, sokkal nagyobb bizalmad legyen a dolgokban, és ez az Isten igazából a megértés. Annak a megértése, hogy mi a network marketing, mi a kapcsolati marketing, az online marketing, általában véve a hálózati építés, hogy mi ez és mit tud adni. És Erik azt mondja, hogy amint megérted a terméked, a szolgáltatásod értékét, amint megérted annak a növekedésnek, ugye, az exponenciális növekedésnek az erejét, amit a marketing terveden keresztül elérhetsz, a kapcsolatok, amik kiépülnek így a munkád során, akár a vásárlókkal, akár a csapatoddal, a csoportoddal, a vezetőkkel, az emberi kapcsolatok, a barátságok, a szövetségek, a mesterelme szövetségek. Ezeknek az értékét, ha megérted azt, hogy személyesen mennyit fejlődhetsz te is, és mennyi értéket tudsz adni, és mások mennyit tudnak ezek által a közvetített, átadott értékek által fejlődni. Tehát a személyes fejlődés értékét, ha megérted. Azt, ha megérted, hogy te személyesen is mennyit fejlődsz, és hány ember életét tudod megérinteni, hány ember életét tudod személyesen befolyásolni. Ez egy csodálatos dolgok. Csodálatos dolgok, és sokkal könnyebb lesz a számodra az, hogy magabiztos legyen a fellépésed, és legyen benned egyfajta büszkeség, sőt, magabiztos legyél, ugye, és legyen benned egy tartás. Ezt elég gyakran mondják ugye az angol száz területen, hogy legyen egy tartásod, és ezt így, hogyha ezeket a dolgokat sokkal ismered és megérted, akkor sokkal könnyebben fog ez magától megérkezni nálad is. Amikor egyszerűen tudatában leszel annak, hogy az valami sokkal jobb, amit csinálsz, mint az, ami a legtöbbeknek odakint megadatott. Mert a network marketing, a kapcsolati marketing, a hálózatépítés, az online hálózatépítés ezt adhatja, ezeket a dolgokat adhatja neked. Ha oda teszed magad természetesen, és hogyha fejlődsz, és hogyha tanítható vagy.
Ha tanulni akarsz, és hajlandó vagy elfogadni a változásokat, ugye a taníthatóság erről is szól. És egy pici vallomás, hogy gyakorlatilag a macskás sorozatom is egy kicsit ebben segít majd neked. Most hamarosan következik a második rész, ami körülbelül arról a közegről szól, amiben én is ténykedek egyébként nap mint nap, és ezért keveredett ebbe a mai kis beszámolomba ez az Aranykalitka epizód is, mert ott is vannak történések, és ott is emberek belefáradnak dolgokba, és fáradtak az emberek. És mi viszont, akik itt vagyunk ebben az iparágban, vagy itt vagyunk ebben az iparágban is, és még abban is, amiben egyébként ténykedni szokásunk, mi tudjuk ezt, mi látjuk ezt, hogy nekünk van egy jobb utunk, és hogyha profint csináljuk, jól csináljuk, és odafigyelünk ezekre a dolgokra, hogy megértjük ezeket a dolgokat, akkor lehetünk, igenis lehetünk büszkék arra, amit csinálunk. És ez Erik első tippje a 2015-ös évre, hogy próbáld ezt megérteni. És jönni fog ez a dolog is. A megértéseddel együtt jönni fog a magabiztosságodnak az első számú legfontosabb komponense, és én is fogok még jönni, úgyhogy figyeld a blogomat, én is fogok még jönni, és még a hátralévő tippeket is, Erik tippeket is el fogom hozni neked. Így szépen, külön-külön, ne legyen nagyon tömény. Tehát ismételve fontos, megint csak ugye, megértés, megértés, megértés. És amit mindig is mond az Erik Vori, és én is mondom, egy jó ideje, legyünk profik, ugye, go pro, go online, én ezt is mondom. Úgyhogy várom azt, hogy mit vált ez ki belőled, milyen gondolatokat vált ez ki belőled, te hol tartasz az útban, te mennyire érted, mit értettél már meg, számodra mik azok a fontos értékek. Nyugodtan írd le, mik azok az értékek, amiket neked ad a network marketing, a kapcsolati marketing, az online marketing. Írd le, tudod miért írd le? Azért, mert lehet, hogy éppen a te személyes tapasztalatod, a te személyes véleményed fog megérinteni valaki mást, aki még keresi az útját. Akár kim van, akármilyen van. Lehet, hogy a te gondolatait fognak segíteni valakinek felismerni azokat az értékeket, amiknek ő is a részese vagy részese lehet. És ezzel megérinthetsz sok-sok életet is akár. Úgyhogy kommentelj bátran. Most egy eredményes, sikeres, szép napot kívánok. Ne felejts el kommentelni, tudod, ott alul betettem a Facebook bejegyzés, a Facebook posztnak a linkjét. Oda kattints át, és oda írd le ezeket a dolgokat. Tehát miket írjál le? Ugye, mi az, ami számodra értéket, adott értéket ad a network marketingben, a kapcsolati marketingben, az üzletedben általában véve? Hello, hello, ciao!